Ismét üdvözlünk mindenkit a Kempinski Hotel halljában, a 2011-es Budapest Classic Grand Prix, amely immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre, és ezúttal köszöntök minden kedves résztvevőt, nézőt, érdeklődőt. Budapest Classic Grand Prix a Mercedes 125-ös évfordulója jegyében zajlik, ezért a mögöttem kiállított autó is egy Mercedes erre az évre, és köszönhető a Mercedes-Benz Hungáriának, ő is a fő támogatónk ebben az évben. Résztvevőinknek azt szeretnénk ajánlani, hogy nagy figyelemmel kövessék az itinert, figyeljenek oda a feladatokra. Megpróbáltuk ebben az évben és olyan kihívásokkal megfűszerezni a versenyt, hogy ne legyen túl egyszerű, azonban teljesíthető legyen. Ha mindenki, aki a kezében tartja az itinert, figyelemmel kíséri a jeleket, még annak ellenére is, hogy esetleg a kocsiban nincs méterszámláló, akkor nem okozhat gondot az, hogy ezt a távot, amit délőtt és a délutáni szakaszra kijelöltünk, teljesíthető legyen. Úgy terveztük meg, hogy a délelőtti órákban inkább a pesti oldal egy viszonylag rövidebb szakasszal legyen teljesíthető, majd később a délutáni oldal inkább a budai oldalra koncentrálódjon, valamint egy új dolog a 2011-es versenyben, hogy a befutás helyszíne nem egyezik meg a start helyszínével, hanem a Gellérthegyi Citadellel lesz a befutó. Ez lesz az újdonság a versenynek. Annak ellenére, hogy a befutó a Gellérthegyen lesz, az értékelés, a gálavacsora és az azt követő szórakozás az itt a Kempinski Hotelban kerül megrendezésre.